Szervusztok, jó estét! Igen, Ádám már látta, ő már volt ott. Tehát amiről szeretnék beszélni, az egy olyan része az univerzumnak, ahol a gigabit sem elég. Pontosabban a CERN LHC részecske gyorsítójának, az ALICE detektorának a adatgyűjtés, adatfeldolgozó rendszerének a fejlesztése. Hát itt látható az LHC gyűrű, szerintem ezt már nagyon sokan láttátok. Itt vannak a nagy kísérletek, az ALICE, amely igazából az én szívem szottya is, aminek a magyar csoportjának a vezetője vagyok, a CMS és az Atlas kísérlet, ezek a legnagyobbak, ezen felül még vannak további kísérletek, de azokról most nem mesélünk. Amire fókuszálni szeretnék, az ALICE kísérlet, aminek a feladata, hogy az univerzum korai anyagát keressük, ami az első 3 percben zajlott le az univerzum, a nagy durranás, a Big Bang-től eltelt 3 perc alatt. Ez egy igen aktív időszak volt ezen a térképen. Ugye mindig azt szoktam mondani, hogy azért jó fizikusnak lenni, mert az univerzum története, tehát a történelmet kell tanulni, az ráfér egy ilyen szlájdra, és akkor elég megtanulni, nem kell mindenféle évszámot meg varázslatot nézegetni. Na most elég aktív volt ez az időszak, itt ameddig ez eljut, ez az első 3 perc, ez gyakorlatilag az atommagoknak a létrejötte az univerzumban, és hát az ő tovább a fennmaradó csekély 13,6 milliárd év az minket nem érdekel, az maradjon a többieknek. Most az LHC az gyakorlatilag eddig tud elmenni, tehát az a 7 teraelektronvoltos ütközésekkel, amiket produkálni tudunk, idáig tudunk visszamenni úgymond időben ebbe a tartományba, ezt az anyagot tudjuk reprodukálni és mérni kísérletekben, és ez az, amihez nekünk van egy gyönyörű detektorunk, az ALICE detektor, ami itt van. És hát, hogy mit csinál az ember? Hát proton-proton ütközésben keletkezik néhány ilyen kis apró szálacska, ezeket trekkeknek hívjuk, ezek a részecskéknek a pályája, mágneses térben vagyunk, azért görbült, töltött részecskék pályája elhajlik görbülten, az látszik itt, és hát amikor ólom-ólom ütköztetést csinálunk, ez igazából az, ahol olyan nagy sűrűségű anyagot tudunk létrehozni, az úgynevezett kvarkulon-plazmát, ami az ősrobbanás után kialakult, az első néhány mikromásodpercben, az már egy sokkal durvább helyzet, látszik, hogy itt sokkal-sokkal több trekk van. Amilyen ez, tehát ez egy forró színes dolog. A színes az egy kvantum színdinamikának nevezett elméletnek a tulajdonságából nézve, és a kvarkok és a gluonok játsszák a főszerepet ebben a játékban. Az is kiderült, hogy ez olyan, mint egy ideális folyadék. Sok kutatás után rájöttünk, hogy az ideális folyadék ez igazából nem is a laborban van, hanem mellette a kávézóban. Forró, színes, jó illatú, minden, ami kell. Oké, hogy néz ki az ALICE detektor? Nem megyek be a részletekbe. Ez egy 26 méter hosszú, 13 méter átmérői óriási mágnes. Itt látszik, hogy mekkora egy ilyen cica, meg egy úr mellette. És akkor ebben különböző detektorrendszerek vannak. Az ALICE az egy összetett detektor, nem úgy, mint a CMS meg az Atlas. Azok egy-egy célfeladatra lettek kitalálva, részecske fizikai méréseket akarnak elvégezni. Tehát arra válaszolnak, hogy van-e Higgs, vagy nincs-e Higgs, és hogy mekkora a tömege. Az ALICE detektor arra válaszol, hogy az az anyag, ami akkor és ott volt az univerzum korai pillanataiban, az milyen tulajdonságú. Ehhez ugye sokféle mérést kell összerakni, ezért ez egy igen összetett detektor, és rengeteg adat jön ki belőle. Ha most hogy néz ki egy proton-proton ütközés a pilótafülkéből, az ember beül a vezérlőterembe, és be van kapcsolva az LHC, mennek az ütközések, akkor a proton-proton ütközésekben ugye ezeket látja. Ennek az előző ábrán mutattam egy szimulációját. Hogy mi az, amit keresünk, tehát így néz ki mondjuk egy ólom-ólom ütközés, és akkor ebbe keresi az ember a Higgs részecskét, ezt a néhány szálat, tessék elképzelni, hogy ez mennyire egyszerű feladatnak tűnik. Jó, akkor mivel foglalkozik a Magyar ALICE csoport? A Magyar ALICE csoport sok mindennel foglalkozik, ez itt a reklám helye, ez a gyönyörű ág. Van nekünk computer centerünk, amit talán páran már láttatok is, ez a TIR központ, a CERN-nek a második computing centere. Akkor van egy elméleti és egy analízis csoport, ahol ezeket az adatokat elemezzük. Van egy detektorfejlesztő, a következő upgrade-ekre fejlesztünk, és van egy rész, amiről igazából itt most szeretnénk beszélni, ez a DAC, vagy a Data Acquisition System, ami az ALICE-nak a adatgyűjtés, adatfeldolgozó rendszere. Na ez egy gyönyörű sikertörténet, és akkor ugorjunk oda a címhez, hogy mi is az a petabyte, mi is az a big data, amit mi csinálunk tulajdonképpen már több mint 20 éve. A CERN az gyakorlatilag több mint 20 éve big data-t csinál, itt látszik a definíció, ugye mekkora 1 bit, 8 bit,
hogy mennek a prefixumok, és akkor gyakorlatilag, hogy mekkora egy petabyte, hát egy jó nagy adat, ugye azt mondja, hogy, már, hogy egy petabyte az gyakorlatilag 13,3 év HDTV felvételt jelent. Na most mi a jövő, mire kell felkészülnünk? Itt látható ezen a tengelyen az, hogy milyen gyakorisággal történik majd a részecske ütközések, tehát maguk az ütközések, nem az adat, hanem egy-egy ütközés, amiben mondjuk millió track keletkezik, és a túloldalon pedig itt van, hogy mennyi egy ilyen eseménynek, hány trackből áll össze az esemény. Különböző kísérletek vannak ide fölmérve, itt látható az LHCD, az Atlas, a CMS, és itt az ALIS, tehát azt látszik, hogy körülbelül egy megahertzen fognak jönni az adatok, és még azért egy picit kapok, egy megahertzen jönnek az adatok, és akkor gyakorlatilag ilyen 16-on, 17-en darab esemény, tehát millió, milliárd esemény az, ami jön, ezt kell feldolgozni. Mi az, ami ezt feldolgozza? Hát itt van ez a gyönyörű sikertörténetünk az ALIS-ban, ez 1996-ban készült a kifejlesztése az egésznek, és a 2000-es években készült el. Akkor ez a rendszer állt a DDR-ből, ami a frontendek gyűjtik össze a detektorról az adatot, azt a detektor data link viszi el egy másik egységbe, ebbe a RORC vagy readout receiver kártyába, és ezzel történik a további feldolgozás. Most, hogy mi volt ennek a sikere? Hát ez gyakorlatilag 500 darab kártyát gyártottunk le, amelyek évente körül 2 petabyte adatot szállítanak keresztül, egy olyan környezetben, ahol kilóra sugárzás van. Tehát nem csak arról van szó, hogy el kell vinni az adatot, ez manapság már megy egész gyorsan, de közben ezt folyamatosan minden egyes elemét a rendszernek bombázzák részecskék, tehát nem olyan egyszerű ez a dolog, mint gondolnánk. Ez egy nagyon sikeres dolog volt, ez az egyik oldali kártya, ez a másik oldali kártya. Tehát, hogy mit tudott ez akkor, csak mondom, 96-ban a tervek azok 2 gigabit volt, és aztán ez 2000-ben meg is valósult, jelentkezzen, akinek 2 gigabites vonala volt 2000 környékén otthon. És amit most tervezünk, az a következő, és ez tulajdonképpen már kész is van, gyakorlatilag pár hetel készen vagyunk a továbbfejlesztett változatával, ahol 12 linken 6 gigabit per szekundummal jön az adat, és ennek a végső változata az majd 12 linken 10 gigabit per szekundum lesz, tehát az a teljes 16 sávra, amit majd lehet a végső beszereléskor 128 gigabit per szekundumot elérni ezzel az egésszel. Itt látszódik, hogy hogyan fejlődtek ezek a kártyák, itt még nincs kép, mert ezek még csak tervezőasztalon vannak, de azon már gyönyörűen működnek. Ez az egyik oldali kártya, ez itt a másik oldali kártya. De gyakorlatilag az látszik, hogy ilyen 128 gigabit elérhető ebben a brutális magas sugárzású környezetben, és ezzel tényleg olyan adathalmaz lehet generálni majd, amit szépen az LHC Big Data centerei, meg a középközponti adatfeldolgozó egységek, azok reméljük el tudnak majd elebánni. Szóval, amit ma feldolgozhatsz, azt ne halaszd holnapra. Köszönöm szépen a figyelmet! Kérdése. Tessék. Nekem az érdekel, hogy védekeztek ezzel a sugárzással? Milyen technikákat alkalmaztak, és milyen... Drága technikákat használunk. Ennek a verziónak, amit itt mi kifejlesztettünk, ennek az volt az egyik megkötés, hogy próbáljunk meg minél inkább commercial dolgokat használni. Tehát minél inkább olyat, amit meg lehet venni a boltba. Azért az FTGA, az a commercial FTGA is marha drága, az FTGA az egy... Aki tudja mindenki, hogy mi az, tehát ilyen programozható CPU-szerű valami, ami egy kicsit okosabb, és a gyakorlatilag olyan FTGA-t választottunk ki, amiben redundanciákat bele lehet rakni, és eléggé sugárzástűrő azért ebbe a tartományba. Szerencsére a medical... Hogy mérjétek az eléggé sugárzást? Hát berakjuk neutron forrás mellé, és akkor meg mérjük, hogy mennyit hibázik. Egyébként az előző verzió, tehát... Van ennek valami eredmény, hogy utána lehet nézni, hogy melyik bírja jobban és melyik bírja többé? Igen, ezt akarom mondani, hogy az a verzió, ami jelenleg is működik az ALIS-ban, az gyakorlatilag 10-18. Év alatt hibázik egyet. Az jó? Nincsen nála. Az a szerencsét, hogy neked nincsenek ellenséges szándékú ellenfeleid. Amiben én gondolkozom, ott esetleg vannak olyanok, akik célzottan sugároznak. Azért érzem, tehát ez egy
kicsit más felhasználni, te csak a természettel küzdesz, és a pályán repülhet. Én a természettel küzdök, de én csináltam az ütközést, és én akarom megmérni a részecskéket, csak azok a részecskék nem fogják megkérdezni, hogy bocsi, te detektor darab vagy akarsz engem érzékelni, vagy adatszállító darab vagy, hanem átmegy mindenen. És akkor ebbe csinál hibákat. Tehát van egyrészt egy olyan algoritmus benne, ami a redundanciát csinálja, másrészt meg többszörösen benne vannak az FTL-ba leprogramozva azok a részek, amik feldolgozzák, és akkor gyakorlatilag ez a titok. Tessék. Tudom, itt a fő probléma az, hogy random flip-felődnek bitek az átvitt adatfolyamban, és hogy erre van valami szérési eredménytek, hogy körülbelül milyen arány, tehát egy terhelés jelez. Hát ez az, amit mondom, ez kiló, a szerencsére az ARIS-ban sosincs kilórad, de a teszt berendezés, ami a Lundi Egyetemnek egy neutron forrása. Ráadásul a neutron ez egy elég piszok dolog, mert nem töltött részecske, és sokkal nagyobb fluxusokat lehet vele csinálni. Ott ilyen borzasztó kicsi hiba arányban. Tehát gyakorlatilag amióta megy az ARIS-ba, ez a detektor még nem hibázott. Nem úgy értem, hogy mennyiszer kell korrigálni a hibát. De hogy mennyiszer kell korrigálni? Hát ez jó kérdés. Ezt nem tudom, ezt nem nézzük, mert ez belül csinálja az algoritmus. Utolsó kérdés. Nincs utolsó kérdés. Akkor köszönöm szépen.